Sziasztok! Köszöntelek benneteket! M3 Autópark, mint látjátok, egy Mitsubishi Outlanderünk van, egy terepjáró végül is, ugye, mert kapcsolható összkerekes jószág, egy jó nagy darab vas, erős 156 óerős 2.2-es dízelmotor van benne, és automata váltóval rendelkezik, mégpedig olyan automata váltóval, amit mi is tudunk kezelni, ráadásul a kormányról. Nagyon sok extrát belekért a gazdája, rögtön, ha átnézzük, akkor lámpamosót és xenonlámpákat láttunk, ködfényszóróval, zöld üvegekkel, automata fényszóró kapcsolás és automata esőérzékelő és ablaktörlő van benne. Tükörindex, szép alufelnik, jó állapotú gumik a felniken, és ezek négy évszakos gumik, nem kell lecserélnetek, jó állapotú, jó fékek vannak mögötte, sőt, én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy az új féktárcsa és új fékbetét van rajta elő, és nem tudom, hátul mit látunk. Hátul is jó állapotú, az a nyereg is olyan egész újszerűnek tűnik, úgyhogy szerintem elől-hátul jó állapotú, újszerű fékek vannak. B-oszloptól hátrafelé sötétítés, erőteljesebb, tetején ott a tetősín, lehet rá pakolni majd még, hogyha szeretnétek. Körbe sétáljuk, meghallgatjuk, belenézzünk, és utána megyünk fele egy próbakört. És még mielőtt elfelejtem, ez egy 7 személyes autó, ugye. Íme. Azt mondja, 21 decemberi az akkumulátor benne, úgyhogy az a, még egy pár évig biztos, hogy el tudtok kocsikázni. Csak egy kis hatásszünet, hogy meghallgassátok, hogy zenél benne a motor. Cserélték benne a vezérlést, sajnos olvashatatlan, nem tudtam információt kinyerni belőle. Megvan a szervizkönyve az autónak, lehet, hogy abba látunk valamit, hogyha beírta oda szaki a pontos dátumot, meg a kilométeróra állást. Tehát mindkét oldaláról elmondhatjuk, hogy rendben van, egybe van, nincsenek rajta rányítások, nincs szétrugdosva, behorpasztva. Tolatókamerás, itt a kamera, látjátok, kinyitjuk a hátulját, nagyon praktikus, mert hogy le lehet nyitni ezt a hátsó részt, ígyni, és akkor így tudtok belepakolni. Ezt a két, én azt gondolom, hogy ez szükség 7 személyes, mert hogy ide hátulra csak gyerekeket ültethetünk be szerintem, mert az annyira szűkösött ez a hely. Viszont akkor mégiscsak a papa-mama oda tud ülni, és a unokák meg ide hátra tudnak zuttyanni. Hogyha azt lehajtjuk, azt le lehet hajtani, fölborul, és úgy lehet ide beülni. Vannak ilyen kis tapsi-hapsik, itt ezeket föl lehet hajtani. Tehát ez a fejtámla, visszafelé pedig szintén csak egy mozdulat. És közben a srácok eltűntek, Feri és Peti kollégám, és a banánom is eltűnt, úgyhogy azt keressük folyamatosan. Lenyúlták szerintem. A zene az eszméletre jól szól benne, ez egy gyári cucc, ezt bele lehet rendelni, ez a Rockford Fosgate nevezetű hifi cucc, DVD, navigáció, mindent tud ez a szerkezet, nem ez, hanem kompletten az teljes egység, ami ott elől van, ez a fejegység. Ezeket össze lehet hajtogatni, bele lehet hajtani ide, ebbe a vízszintes felületbe lehet beletenni. A kutya úristen, itt vannak. Feri és Peti kollégám a teljesen szétérett banátomat lenyúlta, de ezt majd még számon kérem tőlük. Úgyhogy így a 7 személyes autónkat így átnéztük, a plusz 2 szükség 7. üléseket átvizsgáltuk a srácokkal együtt, a banánommal együtt. Nézzük meg, hogy mi van még itt, tehát ezek nagyon szép kis bőrülések benne. Úgy látom, van itt könnyű támasz is, amit nem tudom, hogy kinyitni. De jó lenne hozzáférni. Ez ide beleragasztottak rendesen. Na, azt mondja, hogy föl lehet nyitni. Van benne pohártartó. Függöny légzsák elől oldalt. Függöny légzsák napfénytető árnyékolóval. Ugye is elektromosan ugye el lehet húzni. Minden ablaka egy gomnyomással teszi a dolgát. Kulcs nélkül is lehet kezelni. Ugye látjátok, ez a kis gombocska, ha megnyomjuk, akkor kinyílik, bezárodik az autó, és koncertónál ott van egy csomó minden, méghozzá a két darab gyári kulcsa is. Az első ülések azok ilyen kis gombokkal, a vezetőülés, hozzáteszem.
így működik ezzel. Van benne ülésfűtés, azt mind a két utas megkapja előre. Itt a másik gomb valahol, íme. Könyöktámasz, a könyöktámaszban van itt videó csatlakozó és USB csatlakozó és plusz 12 voltot itt találtok még benne. Pohártartó, itt tudjuk kapcsolni a hajtást, tehát két kerék, összkerék zár, és két pedálunk van, mert ugye automata váltós, és itt ezek is plusz-minusz egyszer tudtok ott váltogatni, lehet tilitolizni, majd ha ahhoz sincs kedvetek, akkor innen kormányról is lehet ezt kapcsolni. A tükrök behajlanak, ezt kipróbáltam, mind a kettő. Szuper, az ablakok működnek benne. Menet stabilizátor, kikapcs, bekapcs, bordkomputer, itt az infogombunk, aztán a telefonunkat tudjuk kezelni, mert bluetoothos ez a kütyű benne. Van benne tempomat, zenevezérlő, és az egy érintő képernyős valami, ami mögé bele tudunk kukkolni. Így né. Itt is feltették rá a dolgokat, márkajelzés, DVD, van itt minden, mindent lejátszik ez a szerkezet, vissza is csukódik, és itt is van egy jelzésünk, hogy egy nagyon komoly és jó minőségű hifi tudsz benne. A klíma az automata, beállítjuk megfelelő hőfokra, és legyártja nekünk azt a hőfokot, oda fúj, ahova szeretnénk. Itt is van pohártartó, nézzük meg, mit hozott Concerto. Azt mondja, hogy a két kulcsot mondtam nektek, hogy ugye megvan. Az autó Ausztriából került be hozzánk, 23.8. hóban vizsgázott kint, várjatok ezt így, QR kódot be lehet olvasni, és itt vannak az óraállások, 2.45-nél, vizsgázott előző évben pedig 2.35, nem láttak különben. Azt mondja, hogy a műszaki az friss rajta, 26.3. hó 8-ai, most vizsgázott, Euro 5-ös a dízelmotor benne, mint mondottam, hogy a 156 lóerős, alvásszám egyebeket, forgalmajelzés 11.02.24. Itt van a szervizkönyve, ezt is elkérjük a kolléganőtől, nem tudom sose. Ugye végig Mitsubishi márka szervizbe hordták, 2017-ig látunk adatokat, 131.000 kilométerig, addig biztosan vissza lehet nézni 100%-osan, és itt az első bejegyzése, hogy mikor került forgalomba ez az autó, ez az ő kis könyvecskéje. Itt a navigációs lemez, Európa van benne valami, és a két darab gyári kulcs megvan. Ami még érdekes, hogy ilyen nagyon finom kis bőrös bevonata van a műszerfalnak. Itt is. A kormányunk is bőr, ott is, és itt oldalt is. Tehát jó tapintású, jó anyagból van, nem ilyen kopogós valami, pohártartó. Na és tulajdonképpen akkor úgy indul egy ilyen autó, hogy van ugyanaz a kulcs, amit láttatok, mintha oda bedugnánk, de nem kell hozzá, elég, hogy csak elforgatjuk, meg visszaforgatjuk, és ugye leállítottam, és újraindítottuk, és ugye ez működik is ez az autó. De nagyon begyújtottam, nem tudom, hogy miért. Kicsit lejjebb vesszük ezt a dolgot. Na és akkor megyünk vele egy kicsit, körbenézzük itt a telephely körüli dolgokat, ott megjelenik a műszerfalon, ugye 18 fok van, van itt fogyasztásmérő, és ha áthúzzuk, mármint itt ezt a kart, ha én áthúzom, akkor lehet onnantól kezdve váltogatnunk előre-hátra. Bekötöm magam. Na, és akkor menjünk is vele. Jó, most én nem akarok váltogatni, úgyhogy visszatolom, kiírja ezt a D1-et, és onnantól kezdve majd teszi a dolgát szépen, ahogy kell. Van egy sportfokozat is rajta, méghozzá itt a kezemnél. Ezt lehet átváltogatni, így meg kell húznunk, hogy előre kell tolni, és akkor most egy ilyen sportverzióba teszi, vagy normálba. Aztán, ha elforgatjuk ezt a kis karocskát, ami itt van nálam, akkor kiírja, hogy összkerékhajtás.
nagy autó, ugye, nagy súlya is van, úgyhogy ez biztonságosnak mondanám nyugodtan, rengeteg légzsák van benne, és azért egy ilyen autót nehéz eltologatni, meg tönkretenni. Úgyhogy akik benne ülnek, azok biztonságban vannak, azért is, mert ugye magasan ül az ügyfél, nem egy ilyen kisebb autóba, oldalról valaki belemegy, akkor nem ott kapja oldalról az ütést, ahonnan egy alacsonyabb autónál, ez mindenképpen jól jöhet, illetve akinek olyan helyre kell mászkálnia, föl a hegyre, télen, nyáron, telekre, egyebek, az egy összkerekes autóval biztonságosabban eljut a céljához. Ennyit tudtunk próbálni, gyerekek, úgy láttam már jól el is ment az idő, úgyhogy bátran gyertek be, ha szeretnétek egy ilyen összkerék hajtású Mitsubishit ezzel a 7 személlyel, rengeteg jó extrával, iszonyatosan jól szól benne a zene, most én ezt nem tudom nektek itt megmutatni, mert letilt minket a YouTube. Ennyit talán még nem szól ránk, úgyhogy ezt is érdemes meghallgatni. Gyertek be hozzánk, lejön a tiétek ez a masina, a viszontlátásra!